És tudják, mi ebben a legérdekesebb? Az, hogy Munk Péter 10 milliárd dollárral, vagyis 3000 milliárd forinttal a zsebében nem fizeti ki a pár száz forintos parkolójegyet, ha sokalja. Nincs olyan összeg, ami alatt számára mindegy lenne, hogy mi mennyibe kerül. Tanúságos. Én nem hagyné, bemegyek, parkolok, ha egyedül vezetek, nincs a sofőr, megyek a családommal, és ha 18 dollárt kérnek egy fél órájára, akkor inkább elmegyek máshova parkolni. És én nem vagyok egy smucig ember, én szeretek pénzt kiadni. Csak én nem szeretem, hogyha emberek levágják, ha nem kap értéket. Tehát nekem nincs határom, a határ az van, hogy az ember kap amit értéket, kap, az megérje. Igen, igen, és nem, nem az összeg, hanem a relatív érték, amit vesz. Magyarul nem az érték számít, tehát hogyha valami 200 dollárért is a maga műfajában drága, akkor ön 200 dollárért is vitatkozik, vagy visszaviszi az árut, de ha valami megéri, akkor megveszi 3 millió dollárért. Így van.